Üdvözlöm Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét. Az önkormányzat melyik intézményében vagyunk, és milyen fejlesztések zajlanak? Jelen pillanatban a Zöldfa úti óvodában vagyunk, és látható módon egy óriási beruházás kellős közepén. Topos pályázaton nyertünk 200 millió forintot, ez egy 100%-os visszanemtérítendő támogatás, amit a Zöldfa úti óvoda teljes rekonstrukciójára használunk fel. Mikor kezdődött a beruházás, és mi a befejezés várható időpontja? Ez év június végén, a birkafőző után kezdődtek meg a munkálatok, és várhatóan április végére be is fog befejeződni, úgyhogy a következő óvodai nevelési évet már itt fogják tudni megkezdeni az óvodások, egy teljesen felújított, korszerű óvodában. Hol tartanak most a munkások, milyen feladatokat végeznek? Hát gyakorlatilag ez az egész épület, ami egyébként tényleg óvodának épült valamikor, csontig le lett csupaszítva, tehát csak a tartószerkezetek maradtak, a falak egy része, és minden meg fog újulni. Az idő alatt, mióta elkezdték a munkálatokat, nagyon szépen haladnak, láthatjuk itt a bejáráson is, hogy körülbelül egy olyan közelítenek az 50%-os teljesítési szinthez. Hát az volt a cél, hogy a rossz idő beállta előtt a külső részek megújuljanak, és a benti munkálatokat lehessen a rosszabb időben, a téli időszak alatt végrehajtani, megcsinálni. Ezen vannak, hát látható módon itt mögöttünk is már a plafonokat glettelik, a szigetelések már fönt vannak, és rövidesen érkeznek a nyílászárók, azok is behelyezésre kerülnek, tehát szépen haladnak. Miért fontosak az önkormányzat számára ezek a beruházások, fejlesztések? Hát az óvodai fejlesztések különösen fontosak, hiszen az egyik legnagyobb intézménye a városnak a Madarász Imre Egyesített Óvoda, és hát gyakorlatilag majdnem minden évben, de két évente nekilátunk egy-egy óvodai tagintézménynek a felújításához, és most az Zöldfa úti óvoda került sorra, hiszen már nagyon-nagyon le volt rakva, és megérett arra, hogy a ide járó gyerekek is egy szép és méltó környezetbe tölthessék a napjaikat. És én nekem szent meggyőződésem, hogy a környezet az mindig meghatározza a munkának, az ott tartózkodásnak a minőségét is, tehát egy szépen felújított intézményben jobb és eredményesebb munkát lehet végezni.